Alig akadtam a fákon, elkeserítő volt a látvány augusztus végén ezen a nagykálói ültetvényen. Hasonlóan gyenge termést hoztak a kalászosok is. Kukoricából szinte alig termett a megyében, de a búza mennyisége is harmada az átlagosnak. A hatalmas termés kiesést az idei történelmi aszály okozta. Voltak olyan gazdák, akiket öntözés hiányában szinte 100%-os kár ért. Rácz Imre, az Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke 35 perc című műsorunkban beszélt a csapadék hiány, majd a hirtelen jött túl sok csapadék okozta problémákról. A mi korosztályunk nem élt még meg ilyen nagymértékű aszályt, hogy ilyen huzamosabb ideig ne essen csapadék. Szinte mondhatjuk, hogy a kukorica úgy érett be, hogy nem kapott csapadékot. Mikor elvetettük, akkor egy kedvező körülmények között volt a vetés, meg is ázott, szép egyenletes kelések voltak, és az az eső volt az utolsó, szinte a betakarításig. Most a betakarítás előtt, amikor már nem csinál annyi hasznot, mint amennyit kárt, gondolunk itt a napraforgóról, vagy a kukoricában is, akkor jön itt napról napra az eső, és veszélyezteti például a napraforgónak is a betakarítását, vagy ha burgonyára gondolunk, vagy a gyümölcsös kertekben is, szinte minden nap esik annyi eső, hogy a munkát ne lehet sem folyamatosan végezni. A termés kiesés a becslések szerint meghaladja az 1000 milliárd forintos kárt Magyarországon, tette hozzá Rácz Imre. A termelők szeptember 30-áig nyújthatták be kárenyhítési kérelmüket. Az állam azokat segíti anyagilag, akiknek legalább 30% a veszteségük. A gondot az jelenti, hogy a kárenyhítési alap jelenleg nem éri el a 15 milliárd forintot, és bár még nincsenek összesítve a kérelmek, azok összege várhatóan a 300 milliárd forintot is meghaladja. Az Agrárgazdasági Kamara kezdeményezés a kormányhoz fordult segítségért, hogy ezt a kárenyítést felülről, amennyire az országnak lehetősége van, töltsék fel, mert így lesznek olyan állattartók, gazdák, vagy növénytermesztők is, amelyik nem több lábon áll, aki olyan veszélybe kerülhet, hogy nem tudja kifizetni az input anyagokat. Én úgy gondolom, hogy keresni kell azokat a megoldásokat, mert én nagyon sajnálnám, ha csak egyel is amiatt csökkenne itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a termesztési kedv, mert önhibáján kívül nem tudja teljesíteni a vállalat kötelezettségeit. A kamara megyei elnöke hangsúlyozta, ellátási zavart nem fog okozni a terméskiesés, már csak azért sem, mert Ukrajnából újra érkezik gabona Magyarország területére. Rácz Imre hozzátette, az ideihez hasonló időjárás átvészeléséhez egyre sürgetőbb a délnyírség víz visszatartásának és öntözésének fejlesztése. A 100 milliárd forint értékű beruházás tervezése jó ütemben halad, megvalósítása pedig 2023-ban vagy 2024-ben indulhat el.